Szennyvízberuházás. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik 4 település tisztító telepét és szennyvízhálózatát. Várandóság hete. Több mint 3500 gyermek született tavaly a József András Oktatókórházban. Elektromos autótöltő. Az országban első két nyíregyházán adták át az Aldi és az E.ON töltőállomását. Valamivel több mint 5 milliárd forintból fejlesztik Tiszadada, Fehérgyarmat, Konyár és Tiszacsege szennyvíztisztító telepét és szennyvízhálózatát. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az Észak-Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztésnek köszönhetően a hulladékkezelés is modernizálódik az érintett településeken. Tiszacsegén például új szennyvíztelepet építenek, Konyár pedig teljesen csatornázatlan település, így ott a hálózatot fejlesztik majd. Jelenleg egy több mint 3 méter mély és 40 méter átmérőjű gödör tátong a fehérgyarmati szennyvíztisztító telepen. Itt épül maga az új szennyvíztisztító műtergy, de a telep jelenlegi épülete is megújul, illetve egy újat is építenek. A beruházás tartalmazza még többek között egy komposztáló és egy 200 négyzetméteres épület kialakítását is. Volt polgármesterként sajnos többször szembesültem vele, hogy amennyiben a városban lévő konzervgyár nagy kapacitással működik idényeleggel, természetesen nyáron, gyümölcsszezonban, akkor nem tudjuk kezelni a rendszert. És hát volt azért feljelentés is, amikor feljelentették, nyilván nem feltétlenül a mi hibánkból, hanem a kapacitás áteresztő képessége volt hiányos a korábbi szennyvízszelepnek, feljelentették a várost, és volt, amikor büntetést is kellett fizetnünk. Én nagyon örülök ennek a beruházásnak, hiszen 1,2 milliárd forintot jelent Fehérgyarmat életében. Az Észak-Kelet-Magyarországi szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztésnek köszönhetően a hulladékkezelés is modernizálódik Tiszadadán, Fehérgyarmaton, Konyáron és Tiszacsegén is. A négy települést érintő fejlesztések összege több mint 5 milliárd forint. A beruházások várhatóan 2020. decemberében befejeződnek. Ez egy nagyon fontos beruházás a település életében, hiszen a folyékony hulladék megfelelő határértékét kell biztosítanunk, és enélkül a beruházás nélkül ez nem valósulhatna meg. Ez a beruházás egyrészt szól a kapacitásról, növelésről, másrészt szól arról is, hogy vannak olyan határértékek, amelyet biztosítani kell az üzemeltetőnek. Ez a beruházás hozza el ezt az eredményt számunkra. A szennyvíz problémák megoldása minden településen fontos feladat. A térségben a következő években Jángmajt is és Csegöld környékén terveznek majd hasonló beruházást, ha lesz rá lehetőség. A választókerület települései érzékeny vízbázison fekszenek a tiszamenti övezet adottságai miatt. Tilki Attila képviselő azonban bízik benne, hogy a jövőben is folytatódnak a mostanihoz hasonló beruházások. Több mint 3500 gyermek született tavaly a József András Oktatókórházban. Ez a magas szám az intézményben dolgozók szakmai felkészültségének és a fejlett kórházi eszközöknek is köszönhető. Ezért is épül 530 millió forintos állami támogatásból családbarát szülőszoba. A várandóság hete nyíregyházi megnyitóján elhangzott. Országosan mintegy 40%-kal kevesebb szülésznő dolgozik a rendszerben, mint amennyire szükség lenne. Idén is a Lógjunk Együtt anyuval csoport produkciója nyitotta meg a József András Kórház egyik nagyszabású rendezvényét. A várandóság hete hagyományteremtő célú, az egész országra szeretnék kiterjeszteni. Az esemény célja, hogy a kismamák megismerjék az előttük álló feladatokat, valamint az egyre családbarátabb egészségügyi intézményt. Jelen pillanatban a családbarát szülészeti ellátás kapcsán sikerült egy állami forrásból és állami támogatásból 530 millió forintot elnyerni. Ezt szeretnénk most a három szülészeti, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakhoz tartozik, a nyíregyházi telephelye, Mátészalk és a fehérgyarmati telepén, ahol szülészeti osztályok vannak. Itt szeretnénk ezt a fejlesztési csomagot megvalósítani. Terveink már készen vannak, gyakorlatilag most van ugye a szerződéskötés, közbeszerzések, egyebek, tehát van itt egy nagyon komoly adminisztrációs és hivatali teendő is. Az ország egyik legnagyobb szülésszámú és dolgozói létszámú egészségügyi intézménye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórháza kis egyetemi oktatókórház. A szülészeti osztályon 90 ágy várja a kismamákat, köztük olyan roaming-in kórtermek, ahol az anyuka együtt lehet az újszülött gyermekével.
Jelenleg több százan dolgoznak a szülészeti osztályon, köztük 130 szülésznő. Éves szinten az országban a legtöbb szülés az itt zajlik, a legutoljára 3503 szülés zajlott le itt ebbe, és az összes többi kórházat is belevéve 5000 szülés zajlik az összesen a megyei kórház keretein belül. Én úgy gondolom, hogy a szülészetünk egy nagy fejlődésen ment, megy és fog keresztül menni, ennek egy részesei vagy egy állomásán állunk most jelenleg. Én úgy gondolom, hogy elértünk egy olyan szintet a biztonságban, a megfelelő szülésben, a különböző mutatóknak, amit szokták nézni egy szülészeten, annak a vonatkozásában, hogy most már nekünk ki kell nyitni jobban nem csak a szülőszónak az ajtaját, hanem a lehetőségeket, az alternatívákat, a szülésznők vagy szülőnők, a várandósoknak az igényei szerinti ellátásban. A várandóság hete pénteken szakmai továbbképzéssel, érzékenyítéssel, szaktanácsadással és más kísérő programokkal folytatódik. Nyíregyházán adták át az ország első olyan elektromos autótöltő állomását, amelyet az Aldi és az E.ON együttműködése eredményeként alakítottak ki. Az energiavállalat és a kereskedelmi áruházlánc közös projektjeként a közeljövőben 123 Aldi parkolóban építenek ki töltőállomást, így összesen 360 ponton lesz elérhető az ingyenes szolgáltatás. Az első 6 oszlopot 3 nyíregyházi helyszínen már üzembe helyezték, nyár közepéig pedig további 7 nagyvárost is bekapcsolnak a hálózatba. Ezeket az egyenáramú és váltó áramú elektromos autótöltőket csütörtöktől ingyenesen használhatják a nyíregyházi Aldi áruház parkolójában. A töltők az akkumulátort akár 80%-ra is feltölthetik már fél óra alatt, így egy bevásárlás közben feltölthető az autó. Nyíregyházán az áruházlánc 3 üzleténél összesen 6 darab töltőoszlopot üzemeltetnek, ez 12 töltési pontot jelent. Nyíregyházán ezzel 18-ra emelkedett a töltőállomásnak a száma. Nem állunk meg itt, folytatjuk a munkát tovább. Szükség van a töltőállomásokra, hiszen ahogy a magyarországi adatok mutatják, a nyíregyházi adatok is azt mutatják, hogy nő az elektromos gépkocsiknak és járműeknek a száma, nő a jelentősége. Mi ezt tudjuk támogatni azzal, hogy adómentességet adunk, tudjuk támogatni azzal, hogy nem kérünk parkolási díjat. Az energiavállalat és az áruházlánc tavaly kötött együttműködési megállapodást. Ebben vállalták, hogy 123 parkolóban összesen 360 töltési pontot alakítanak ki. Nyíregyháza után nyár közepéig további 7 nagyvárost is bekapcsolnak a hálózatba, például Debrecent, Győrt és Szolnokot is. Az áruházlánc az elmúlt években már nyitott a zöld megoldások felé, így éves szinten 12 000 tonnával mérsékelte a széndioxid kibocsátását országos szinten. 2017 óta a Biatorbágyi Logisztikai Központ és valamennyi hazai üzletáram szolgáltatását zöld árammal biztosítottuk, a tavalyi év során pedig széndioxid semleges lett a magyarországi működésünk. Az E.ON nemrégiben egy több országra kiterjedő kutatást is végzett. Arra keresték a választ, hogy az elektromos autózás vagy a hagyományos belső égésű motor az, amit az állampolgárok jobban preferálnak. Ezt a felmérést hazánkban is elvégezték, az eredményekből pedig látszik, hogy a magyarok is inkább az újítás és a zöld megoldások felé nyitnak. Körülbelül a Magyarországon nem olyan nagy szám, de azért mégis jelentős, 1300 elektromos autó van. Itt nem a hibridekre gondolok, hanem a valós elektromos autókra, amelyek csak elektromos energiát használnak. Ezzel tulajdonképpen annyi elektromos autót üzemeltet Magyarország, mint amennyit Lengyelország és Csehország együtt, és a többszöröse, ami Szlovákiában van. Ez azt jelenti számomra, hogy az a kutatás, amit mi végeztünk, az igenis a tények által alá van támasztva. Az E.ON a jövőben azon is dolgozik, hogy a közterületi elektromos töltőit az otthoni töltési lehetőséggel kombinálja, majd a szolgáltatás csomagban kedvezményes díjjal kínálja az ügyfelek számára. Európa szerte színes programokkal és nyereményjátékokkal várják a családokat az Európa napi rendezvényeken. Nyíregyházán az ingyenes gyermek és családi programok mellett az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről, oktatásról, munkavállalásról és utazásról is tartottak tájékoztató előadásokat.
ügyességi vetélkedőkkel, játékokkal, valamint Európai Uniós ismeretekről szóló totóval és kvízjátékokkal várták a családokat és a gyerekeket csütörtökön a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren. Az idei 15. alkalommal megrendezett Európa Nap alkalmából a gyerekek az unió működéséről is tanulhattak. Az Európa Napot ugye május 9-én tartjuk általában, mert ez az Európai Unió születésnapja, és ilyenkor nem csak ebben az országban, hanem az Európai Unió országaiban mindenütt ünneplik az unió létrejöttét, és hát ilyenkor azt gondoljuk, hogy a nyíregyházi lakosság is érdeklődik a téma iránt, és megszólítunk mindenkit, aki erre jár. Jöttek gyerekek, most például Mária Pulcsról van itt egy osztály, akik meglepetésünkre szinte bejelentkeztek, hogy szeretnének ide eljönni és tájékozódni az unióról, mert hogy nekünk ez a dolgunk, hogy tájékoztassunk. Idén számos évforduló kapcsolódik az Európai Unióhoz. 30 éve kezdődött a vasfüggöny és a berlini fal lebontása, 10 éve írták alá a lisszaboni szerződést, azonban nem ezek az idei év legfontosabb aktualitásai. Ennek az évnek a legnagyobb aktualitása az európai választások. Május 26-án választ Magyarország, de az európai országok május 23 és 26 között fogják ezt végigvinni. Az európai választásoknak 40. évfordulóját ünnepeljük. 40 évvel ezelőtt választottunk először, és hát ami a legfontosabb a mi számunkra, hogy Magyarország 15 éve csatlakozott az Európai Unióhoz. Az Európa Napon elhangzott, május 9-én a romániai Nagyszebenben tartanak csúcstalálkozót az EU vezetői, ahol megtárgyalják a bizottság javaslatát, mely szerint a 2019-2024 közötti ciklusban egy védelmet nyújtó, versenyképes, méltányos, fenntartható és befolyásos Európára van szükség. Az elmúlt két év 19. együttműködési megállapodását írta alá a Józsa András Múzeum csütörtökön. A kulturális intézmény ezúttal a Móri Zsigmond Színházzal fűzi szorosabbra kapcsolatát. A látogatók ennek köszönhetően 10%-kal olcsóbb jegyet vásárolhatnak a múzeumi tárlatokra vagy bizonyos színházi előadásokra. A Józsa András Múzeumot fennállásának 150 éve alatt idén először az év múzeumának is választották. Az elismerést május közepén veheti át az intézmény. A Józsa András Múzeum és a Móri Zsigmond Színház már korábban is segítették egymás munkáját, csütörtök délelőtt pedig hivatalos keretek között is aláírtak egy megállapodást. A múzeum részéről a Kálai Gyűjtemény, a Sóstói Múzeumfalu, illetve a Józsa András Múzeum, a színházi oldalról pedig a Rózsakert szabadtéri színpad, a Bencs Villa és a jegyiroda is segíti a közös munkát. Móri Zsigmond Színház tavaly augusztusban nyitotta meg a gyönyörűen felújított bencsvillát, és az egyik legfontosabb funkciója a bencs polgármester úr korabeli kiállításnak a megnyitása volt. Ezt a múzeum segítségével tudtuk megvalósítani. Ezt alkalmi eseti kiállításokkal fogjuk a jövőben bővíteni. Ezt mindenképpen a két intézmény között, a látogatók szempontjából pedig egy kiemelt dolog a kedvezmények biztosítása. A látogatók számára is kedvező az intézményi együttműködés. A színház bizonyos darabokra kínál 10% kedvezményt, ha az adott hónap 7. napjáig bemutatja valaki a múzeumi belépőjegyét. A múzeum viszont minden tárlatára bármikor biztosítja a 10%-kal kedvezőbb vásárlást a színház jegy bemutatása esetén. Tevékenységem alatt, több mint két év alatt ez a 19. együttműködési megállapodásunk intézményekkel, szervezetekkel. Most a színházzal sikerült hosszú előkészítés után egy tartalmas együttműködési megállapodást kötni. Idáig is volt nekünk kölcsönösen egymás segítésére mindenféle akciónk, de most már megállapítottuk azokat a mérföldköveket, határköveket, amelyik alapján tudunk együttműködni. Ez elsősorban intézményeink kulturális programjának a propagálását jelenti. Mindkét intézmény területén, természetesen Facebookon keresztül, honlapokon keresztül. A tavalyi évet mind a két intézmény rekordszámú látogatóval zárta. A színházban 108 ezer néző fordult meg, a múzeum pedig 2,5-szeresére, 60 ezer fő fölé növelte az érdeklődők számát. A múzeum és a színház a Lázár Ervin programban is részt vesz.
Ennek lényege, hogy mintegy 10 000 gyermeknek biztosítják, hogy évente legalább egyszer egy színházi előadást megnézzen. A vidéki diákokat a darab után a múzeumba, a városi diákokat pedig egy állatfarmra viszik majd, így egy egész napos programot szerveznek a tanulóknak. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója a sajtótájékoztató végén bejelentette, hogy a Józsa András Múzeumot fennállásának 150 éve alatt idén először az év múzeumának is választották. Az elismerést május közepén veheti át az intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, a Múzeumok majálisán. Majka, Follow the Flow, Kowalski meg a Vega, csak a legismertebb nevek a jövő szerdán kezdődő Főhe Fesztiválról. A Nyíregyházi Egyetem kampuszának területén 4 napon keresztül ezúttal is koncertekkel, sporteseményekkel és más színes programokkal várják az érdeklődőket. Napi 4-5 000 látogató is megfordult a tavalyi Főhén. A legtöbben Majka koncertjére voltak kíváncsiak, így nem csoda, hogy a népszerű rapper idén is fellép. A fesztivált immár 19. alkalommal rendezik meg jövő hét szerdától, 4 napon keresztül a Nyíregyházi Egyetem kampuszán. A zenei események 3 helyszínen, 2 nagy színpadon és 1 karaoke sátorban zajlanak majd. Emellett a sportpályák is több programnak biztosítanak helyet, köztük újaknak is. Lesznek újdonságok is, és természetesen megtartottuk azokat, amik már eddig is jól működtek. Idén is lesz külföldi fellépünk, most ebben az évben Görögországból érkezik hozzánk a The Prince Karma, és a sportkínálatunkban bővültünk. Maradt a Főhe futball és röplabda bajnokság, viszont most a Decathlon támogatásából egy mobil squash pályát kipróbálhatnak a fesztiválozók, valamint a Nyíregyházi Labol Gym támogatásával, illetve hát szervezés egy cross challenge-re kerül sor. Utóbbi keretében egyszerűnek tűnő feladatokat kell majd megoldani, de nehezített körülmények között. A zenei kínálatban ismét sok stílus képviselteti magát. A koncertek kora estétől egészen hajnalig tartanak majd. A felsőoktatási intézmény legnagyobb rendezvénye, a várakozások szerint idén is több ezer egyetemi hallgatót, városlakót és máshonnan érkező vendéget vonz majd. 1220 kisiskolás gyermeket vártak csütörtökön a Tuzson János Botanikus Kert madarak és fák napi rendezvényére, amelyet közel 10 éve ünnepelnek Nyíregyházán is. A Botanikus Kert mellett a Nyírerdő, a Hortobágyi Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület különböző programokkal és feladatokkal várta a gyermekeket, akikkel közösen egy csemetét is elültettek az idei év fájából. Évfáját Magyarországon 1995 óta választunk minden évben, az Országos Erdészeti Egyesület indítatásával és szervezésével. Ebben az évben a sajmegy lett az évfája. Ugye évfája csak őshonos fafaj lehet, ami valamilyen szempontból fontos az erdő erdészetnek, az erdő Magyarország erdeinek, erdőgazdálkodásnak. A sajmegy egy dél-európai, közép-európai fafaj, főleg inkább szárazabb helyeken vannak, dombvidékek erdeiben elegy faként szerepel, nem nagy növésű, tehát ilyen nagyobb cserje, kisebb fa méretűt ér el a magassága. Összesen 6 éremmel tért haza a 4 nemzet úszóit felvonultató lengyelországi válogatott versenyről 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyebeli sportoló. A nyíregyházi Cserfalvi Olaf 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. A nyírbátori Csoba Adrien pedig 2 alkalommal állhatott fel a dobogó 3. fokára. Az elmúlt hétvégén a lengyelországi Osicienben rendeztek nemzetközi utánpótlás versenyt, ahol a házigazdák mellett cseh, szlovák és magyar úszók álltak rajtkőre. A fiúknál és a lányoknál is 2-2 korosztály képviselői indultak. A 21 versenyzőt és 14 edzőt felvonultató magyar küldöttségben ott volt a nyíregyházi Cserfalvi Olaf is. Gyula Sándor tanítványa 200 pillangón az első helyen végzett, 400 vegyesen és a 4x200-as gyorsváltó tagjaként a második helyen zárt, 100 pillangón pedig a 3. helyen ért célba. Anyáig csak annyit mondtak, hogy érjek el valami helyezésre, valami dobogón legyek, és hát első nap volt, első szám 200 pillangó, ott jól sikerült úsznom, első lettem. Hát igaz, hogy csak 1 századdal, ott utána jöttek a többi számok, de meglepődött anya is, meg a Sanyi bácsi is az eredményeken.
Gyula Sándor szerint a vártnál is jobban sikerült Olaf bemutatkozása a nemzetközi mezőnyben. Nagyon örülök, hogy sikeres volt a bemutatkozása, annál is inkább az első három hónap betegség és sérülés miatt nem nagyon sikerült, és hát ez egy plusz energiát és lendületet ad Olafnak. Nagyon szeretnék jutni az EOF-ra, az Európa Olimpiai Játékokra, amely Azerbajdzsánban lesz Bakuba, hát azért még keményen meg kell dolgoznia, 200 pillanatban van a legnagyobb esélye, most 2-0-4-nél tart, én úgy gondolom, ha sikerül levinni ezt az időt 2-0-2, akkor biztos utazó lesz. A lengyelországi versenyen rajtkőre állt a nyírbátori Csoba Adrián is. Kaliba Viktor tanítványa 400 gyorson és 800 gyorson is a harmadik helyen ért célba. Rangadót játszik vasárnap a Sunshine Nyikse. Az MB2 keleti csoportjának negyedik helyén álló nyíregyházi kosarasok az Éllovas Cegléd otthonában lépnek pályára az alapszakasz utolsó előtti fordulójában. Legutóbb február elején a Szolnok ellen szenvedett vereséget a Sunshine Nyikse, azóta zsinórban 8 mérkőzést nyertek Kovács Tibor tanítványai. A legyőzöttek között volt az a Deac Campus Fesztivál is, amely azonos mérleggel áll a nyíregyháziakkal a tabellán. Az 5. Deac 2 6 győzelemmel kevesebbet szerzett, így az alapszakasz 4. helye már biztos Szavicsék számára. Az előrelépéshez bravúra lenne szükség, a következő fordulóban ugyanis a listavezető Ceglédi K. otthonában lép pályára a Sunshine Nyikse. Most már teher nélkül játszhatunk, az eddigi bajnoki szereplésünk reálisan értékelve én azt gondolom megfelelő, sőt olyan meccseket nyertünk meg, amiben esetleg még nem is biztos, hogy mi voltunk az esélyesek, és azokat veszítettük el, ahol egyértelműen az ellenfél volt idegenben is, meg sajnos hazai pályán is, és ez a Ceglédre érthető. A Ceglédnek nagyon komoly tervei vannak, több idegen légiós játékosa is van, több képzelt NB1-es játékosuk, akik Szolnokból, budapesti NB1-es csapatokból kerültek hozzájuk, még egyelőre más kategória, illetve folytatva az előző gondolatot, hogy érettségi kellős közepén vagyunk, több játékosunk érettségizik, illetve hát olyan munkai elfoglaltság van, ami miatt nem tudunk teljes csapattal elutazni. Tisztes helytállásra törekszünk, azokat a játékelemeket, amiket begyakoroltunk a fiatalokkal, szeretnénk megvalósítani, teher nélkül tisztes helytállás a célunk. A ceglédi mérkőzést követően Hódmezővásárhelyen zárják az alapszakasz a nyíregyházi kosarasok. A negyeddöntőben jelen állás szerint a Deac 2 vagy a Békés Csaba lesz Kovács Tibor csapatának ellenfele. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 4 településen modernizálódik a hulladékkezelés 2020 év végéig egy uniós projektnek köszönhetően. Valamivel több mint 5 milliárd forintból fejlesztik Tiszadada, Fehérgyarmat, Konyár és Tiszacsege szennyvíztisztító telepét és szennyvízhálózatát az észak-kelet-magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztésnek köszönhetően. Több mint 3500 gyermek született tavaly a József András oktatókórházban, a megyei intézményekben pedig összesen 5000. Ezzel az ország legtöbb szülését lebonyolító intézmény lett a megyei kórház, hangzott el a Várandóság hete megnyitóján. A hagyományteremtő rendezvény célja, hogy megismertessék a kismamákat a rájuk váró feladattal, és elérjék, hogy ne féljenek attól. Nyíregyházán adták át az ország első olyan elektromos autó töltőállomását, amelyet az Aldi és az E.ON együttműködéseként alakítottak ki. Az energiavállalat és a kereskedelmi áruházlánc közös projektjeként a közeljövőben 123 Aldi parkolóban építenek ki töltőállomást, így összesen 360 ponton lesz elérhető az ingyenes szolgáltatás. Az első 6 oszlopot 3 nyíregyházi helyszínen már üzembe helyezték, nyár közepéig pedig további 7 nagyvárost is bekapcsolnak a hálózatba. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 9-én csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét! A front elvonulta után pénteken alapvetően gomoly felhős időre számíthatunk, csak szorványosan záporokkal. Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső. A déli majd a nyugatira forduló szél helyenként megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Estig aztán felszakadozik, csökken a felhőzet, majd változóan felhős lesz az ég. Esőzápor szorványosan előfordulhat, a nyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül valószínű. A következő napokban változékony időre van kilátás, szombaton több órára kisüt a nap, csak néhol lehet zápor. Vasárnap főként a Dunántúlon várható sokfelé esőzápor, néhol zivatar, keleten kisebb a csapadék esélye. A jövő héten nagyrészt erősen felhős lesz az ég, többfelé, illetve több alkalommal számítani kell esőre, záporesőre.